Az Európai Unió azért jött létre, hogy béke legyen és jó lét. Ehelyett Európában ma háború van és rossz lét. Erről is beszélt Orbán Viktor Akosút Kossuth rádióban. A kormányfő kiemelte, hogy Brüsszel gyakran már az észszerűség határán túli előírásokkal csökkenti az európai gazdák termelékenységét, miközben Ukrajnában ilyen szabályok nincsenek, ami óriási versenyelőny a számokra kitartóan hetekig demonstráltak az évelején a gazdák Európa szerte. Tüntetéseket tartottak többek között Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, de Olaszországban, Romániában is még számtalan országban csatlakoztak. Februárban a magyar gazdák is traktorokkal vonultak fel a záhonyi határátkelő közelében. Az ország szinte minden pontjáról érkeztek a demonstrációra. A magyar gazdák is Brüsszel intézkedései ellen tüntettek, amelyekhez zöld utat adtak az ukrán termékek európai behozatalának. A megélhetésünk már forog kockán, most már ott járunk, hogy megvannak számlával napjaink, ha így állunk. Bár a magyar kormány tilalmat vezetett be az ukrán gabonára, Európa más országaiba így is beáramlik, amely súlyos gondokat okoz a magyar gazdáknak is. Ha gazdák szervezkednek, megindulnak, elmennek valahova, akkor lehet tudni, hogy nagy a baj. A gazdák nem véletlenül dühösek. Ma Európában azokban az országokban, ahol eladásra termelnek, exportálnak mezőgazdasági terményeket, mindenhol nagy a baj. Erről beszélt Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, Brüsszelnek fontosabb Ukrajna, mint az európai gazdák. Brüsszel süket erre a dologra, tehát ő háborús lázban ég, egy háborús spirálban van. Ő azt látja, hogy segítsük az ukrán Gazdákat rajta ezen keresztül segítsük Ukrajnát is, de ezzel tönkretesszük saját magunkat. A kormányfő kiemelte. Brüsszel nagyon komoly, gyakran már az észszerűség határán túli előírásokkal csökkenti az európai gazdák termelékenységét. Míg Ukrajnában ilyen szabályok nincsenek, ez pedig óriási versenyelőnt jelent számukra. Orbán Viktor hangsúlyozta, ha az ukrán termelő olcsóban tudja eladni a terményeit, mint a magyar gazda, akkor elveszi a magyar gazda piacát. Háború van és rossz lét, ahelyett, hogy béke lenne és jó lét. Ez volt a, az ígéret, amit ma Brüsszel nem tud teljesíteni. A miniszterelnök emlékeztetett. Az Európai Unió azért jött létre, hogy béke legyen és jó lét, ehelyett Európában ma háború van és rossz lét. Ha egy jó látószöget akarunk fölvenni, akkor vissza kell mennünk ahhoz a kérdéshez, hogy miért hoztuk létre az Európai Uniót. Két célból hoztuk létre az Európai Uniót, azt akartuk, hogy béke legyen, meg jó lét. Ehhez képest menetelnek bele egy háborúba, és a gazdaság nem jó létet ad, hanem egyre több társadalmi csoportnak, lássgazdák okoz inkább nehézséget. A középosztálya túlélésért küzd, tehát nem, nincs siker a jólét tekintetében sem. Orbán Viktor már csütörtökön a közösségi oldalán is azt írta, a brüsszeli EU csúcs legfontosabb kérdése az ukrán gabona ügye, mert az ukrán dömping lassan tönkreteszi az európai és magyar gazdákat. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont világos, meg kell védeni a gazdákat.